Hé, Buksi, gyere már ide! Ó, milyen kis szófogadó kutyus vagy! Ne nyaldoss össze, mint a múltkor az X6-os kiskutyám! Nem győztem takarítani a 800 000-es felmikről a nyálladat! Jó Isten! Nem baj, kiskutyám! Nyald csak össze, hogy veszek másikat, nem pénz, érted? Kell a fedélzeti kompjúteri? Üdes rága, kisfiam! Nem gondolod, hogy egy kicsit túlzás a kutyádnak adni a fedélzeti kompjútert? Nem elég a kutyám! Már fő, adod azt a szart! Hogy örült már a múltkor is a legújabb iPhone-nak, Fater? Nem emlékszem, milyen boldog volt. Most a P30 Pro-t néztem. Kisfiam, emlékszel, hogy mi lett az iPhone-nal? Hol végezte az az iPhone, bazd meg? Kiszarta. Kiszarta, mert megette. Örülnék, hogyha végre valami nőre költenéd a pénzed. Tudod, hogy állok hozzá a nőkhöz, Fater? Ne kezd megint, fiam. Nincs olyan ember, aki tudná értékelni a több karátos, milliós értékű ékszer ajándékaimat. Pedig esküszöm, bazd meg, vennék neki egy több 10 milliós telket is, ha végre jönne a nagy ő. Ha tudná valaki értékelni, megkérném a kezét. Most komolyan egy olyan faszibe estében, aki kibaszott pénzes. Jó, persze, érthető, fontos az anyagiakra gondolni, de van egy apró bőkkenő, te egy hal vagy, ő meg egy kibaszott ember. Ebben nem gondoltál bele, Ariel? X6-ost vesz nekem. Ford Focust vesz nekem. Suzuki Swiftet vesz nekem. X6-ost vesz nekem, juhúj! Tudtam, hogy X6-os fog venni nekem, annyira édes! Ariel, de hát még nem is találkoztatok! Ne szólj bele a kapcsolatunkba! Ó, basszus, még nem is tudok nokedlit szaggatni! Megyek, gyors, megtanulok! Úgy örülne neki! Ariel, a gazdagok már nem esznek nokedlit, mind rendelik a pizzát! Ó, akkor még főznöm se kell, Istenem, annyira édes! Ó, annyira várom, hogy neki valami méreg drága étterembe, felőlem még a payload is lehet kicsi, csak vegyél nekem fülbevalót! Ó, papa! Képzeld, hogy mi történt? Lejár a terembe, és ha igen, naturálba edz vagy szed valamit, mennyit nyom ki fekve? Nem tudom. Mennyi a te zsír százaléka, vizesedik sokat a napból talán? Én nem tudom, papa. Szerelmes vagy, és ilyen alapvető információkat nem tudsz, nem hiszem el. Azt sem tudom, miről beszélsz. És még vizelet mintát se hoztál, hogy bevizsgálj, mert ki tudja, mit szed, lányom, lehet több benne a víz, mint amiben vagyunk. Úgy legyek így nyugodt, hogy nem tudom, milyen minőségű víz van. Ő nem jár terembe szerintem. Tessék, puhány kis szar, tudtam én, lusta, ül a gép előtt. Lusta, ő ilyen pénzes faszi. Akkor biztos szed valamit, hát lányom, akinek van pénze, megveszi azt a nát, tuti lövi magát. Ezek után hogy menjek majd a terembe a többiekhez, hogy a lányom pasiának kétes eredetű vízbai vannak? De ő legalább vesz nekem X6-ost! X6-ost? Ó, ezt nem tudtam. Hát, aki fizeti a providentemet, áldásomra adok, kislányom. Szerintem még a lakástörlesztőt is. Akkor mondd meg neki, hogy üdvözlöm és puszilom. Ó, milyen mélyen alszik a kis drága. Úgy felkelteném és megmondanám neki, hogy szeretem. Olyan szép vagy, mint a telek. Amit megveszel majd nekem. Valóság ez, vagy csak látomás? Úgy szeretném, ha még maradhatnék. Várnám, hogy felébredj, és rám nevetnék. Buzi vagyok. Bocs.